Nemes Jánossal egy jótékonysági rendezvényen találkoztunk először. Amikor az árverésre felajánlott könyveit mutatta be, már tudtam, nem utoljára beszélgetünk. Az író ember nagyon sok munkát fektet bele abba, ami végül a kötet lapjain elevenné teszi az egyes történelmi korokat. Én Eger környékére való vagyok. Egész pontosabban a Hegyhátságban születtem, ez a Bükk-hegységnek a utolsó vonulatai. Dimbes-dombos vidék, és tőlünk Eger mintegy 40 kilométerre van, és gyerekkoromban alakult ki bennem ez a hadtörténelem és a történelem iránti elfogultságom, tiszteletem. Nem tudom, hogy miért egyébként, mert általában visszafogott és szerény gyerek voltam, és mégis már kisgyerekkorom óta a véres csaták, háborúk, hadvezérek érdekeltek. Ezt nem tudom én magamnak sem megmagyarázni. Én egy zsákutca faluban nevelkedtem, Egertől kicsit messzebb, Ószhoz már közelebb, tehát az északi régióban, egy bányász családban, és hát az általános iskolai időmben, amikor Gárdonyi Géza megírta az Eget csillagokat, akkor onnantól datálódik nekem ez a török kor iránti teljes fokú odaadás, és engem megfogott ez a törökkori Magyarország a mű által, és elmentem Egerbe a kirándulni a csoportommal, osztályjal, és azt vettem észre, hogy az a gyermekkori álom, ami azt hittem, hogy egy dombtetőn terpeszkedik az egri vár, és hogy erdő borítja, és akkor egy vadregényes vidéken járunk, ehelyett az egri várat megtaláltuk a város közepén, és romos állapotban volt, akkor történtek az állatmegóvások, a régészek túrtak mindenhol, a turisták kerülgették ezeket a közlekedő árkokat, és ott én tettem föl kérdéseket, hogy most akkor mi van ezzel a várral, meg hogy néz ki, és nem kaptam már válaszokat. És innentől kezdve elkezdtem nyomozni, hobbi szinten kezeltem, hogy egri vár most mérjen, hol a külső vár, tehát nekem ezernyi olyan kérdés merült fel, ami aztán közel 20 évig nyomoztam és kutattam az egri várat, hogy megértsem ennek az egésznek az esemény sorát a Gárdonyi féle műhöz képest. És azt vettem észre, hogy igazániból az egri várat teljes mértékben ismerem, plusz még én kitekintettem párhuzamosan a török kor felé, annak minden szegmense felé. Foglalkoztam a várakkal, erődökkel, az hogyan épültek és egyáltalán mi volt annak a célja. És fiatal koromra már a török korra szinte teljesen tisztában voltam. És az első könyvemet azért írtam, ugye én folytattam a Gárdonyi művet a magam plusz hozzáadásával, úgy, hogy nem akartam bántani ezt a Gárdonyi féle ifjúsági regényt, mert tudni kell, hogy Gárdonyi nem tudta befejezni és nem tudta kinyomozni azokat az eseményeket, amelyek a valós események voltak, mert abban az időben még levéltári adatok, tehát bocsánat, nem volt levéltári lehetőség, és családi ládák és raktárok mélyén feküdtek ezek a okmányok, iratok, és nekem is kellett mondom 20 év ahhoz, hogy fiatal felnőtt koromra kinyomozzam, hogy ki volt ez a Bormisza Gergely. Én nem akartam könyvet írni. Én nem tudtam, hogy tudok írni. Hernádi Gyula, Budapesten élő, akkor még élt az író. A médiában hallottam azt, hogy folytatja az Egri csillagokat, és érdekelt, hogy egy civil polgári író ehhez hogyan nyúl hozzá. És vártam ezt a könyvet nagyon, és hát én csalódtam benne, mert teljesen más síkra vitte el ezt az egész történést, és jöttem én akkor a magam
több mint 20 éves tapasztalatával, és leültem egy fotelbe egy spirálfüzettel, és elkezdtem írni a magam történetét, onnan, hogy folytattam az egész csillagokat. A valós történettel. Ezt tudni kell, hogy én úgy írok, hogy éveket szánok mindegyik könyvemre ahhoz, hogy én valós és reális képet adjak. Ezt kinyomozom. 4-5-6 éveket foglalkozok ahhoz, hogy megértsem a adott témát, a kontextus, és akkor írom meg a regényemet, könyvemet. Hernádi Gyula beleszőtt olyan ábrándos és olyan elméleti, már a jövőbeni elképzeléseket, ami nem illett Gárdonyi után, és én azt a stílust követve, azt a törökkori párbeszédet és a habitust és a történéseket, hiszen én ezeket hülyen követtem, megírtam ezt a Egri Harangok című könyvet, és olyan szerencsém volt, hogy az Írószövetség akkor volt egy országos meghirdetett pályázati lehetőség, és a Magyar Honvédséggel közösen finanszírozták. És én ezt magamnak írtam elsősorban, csak a feleségem elolvasta, belenézett, és mondta, hogy ez jó. És akkor átértelmeztem, és azt láttam, hogy ennek tartalma van, és beadtam én is erre országos pályázatra az anyagomat, és meglepődtem, mert hogy én nyertem meg ezt az országos irodalmi versenyt. Mikor voltál? 99-ben. Annyiból én nyertem meg, hogy nekem adták ki először, vagy egyedül, bérmentve és ingyen ezt a könyvet. Többek kaptak oklevelet, nívódíjat, de nekem adták ki. Az akkori katonai kiadó, az Irinyi katonai kiadó. Utána még volt bennem egy adag törökkori tudás halmaz, és előbb mondtam, hogy foglalkoztam az erődökkel és a várakkal, és úgy gondoltam, hogy még lenne egy törökös jelenséggel foglalkozó könyvem, és a közönség nem tudja, vagy kevésbé tudja, hogy 1596-ban a török dobó után 40 évvel lefoglalja a várat. Akkor, amikor már ki van építve erőddé, nagyon komoly pénzek árán, és olasz építőmesterek építik ki. Ez már egy erőd jellegű erősség volt, tele volt zsoldos katonákkal, Nyári Pál volt a várkapitány, és a török mégis elfoglalja a 15 éves háborúnak a végén történik mindez. Ez egy érdekes történés volt nekem, és itt egy szakmaiságot láttam, hogy azt szerettem volna bemutatni, hogy egy igazi városlom hogyan történik, mert ezt sem tudják a kedves olvasók, ugyanis hogy láttunk filmet az egész csillagokban, az ostrom nem úgy történik, hogy lóval megyünk a várfalnak és létrákkal, és akkor ott lövöldözünk. Ennek megvolt a maga tematikája. Tehát ez a könyv, az Eger veszedelme, ez volt a második, ez egy nagyon komoly szakmai témát dolgoz fel, nagyon szép irodalmi háttérrel össze növesztve. Hozzá kell tennem, hogy nálam a nevek, az adatok, az időpontok, ez mind valós. Tehát én szeretem letisztázni ezeket a történéseket. Aztán ezzel a kettő törökkori könyvemmel ki is beszéltem magam, és érdekes módon a 48-as szabadságharc felé kezdtem el érdeklődni, főképp Görgei tábornok, mert ez az egyén, ez nincs még ma se a helyén. Tehát egyik ember azt mondja, hogy áruló, másik azt mondja, hogy katonai hős. És írtam egy nagyon jó könyvet, az a cím, hogy A fanyűvő unokája. Ebben főképp vele foglalkozok, de benne van a Kossuth-féle ellentét, a szabadságharcnak a valós menete, és itt is rászántam 6 évet ahhoz, hogy elkezdhessem ezt a könyvet. A címe még egyszer ismétlem, A fanyűvő unokája. Aztán még bennem maradt 48-ból még ismérv, és ugye a fanyűvő unokája, ez a világosi fegyveretételig szól, és úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha innen folytatnám tovább az aradi sajnálatos kivégzésekig, és feldolgoztam Hajnal Aradon című könyvemben azt, hogy a lefogott és bebörtözött táborokkal ott mi történt abban másfél-két hónapban, és hogyan történt a tragikus végzetük, szintén eredeti
levelek, utána kutatások és egy nagyon csodás lélektani könyv kerekedett belőle. A 48-at még most akkor se fejeztem be, mert hogy őszinte legyek, engem a Rózsa Sándor, mint betyár nem nagyon érdekelt, de megtudtam ugye, hogy részt vett a szabadságharcban, egy szabad csapatnak a vezetésével bízta meg Kossuth, amikor a szerbekkel háborúztunk délvidéken, és érdekelt ennek a szabad csapatnak a ténykedése a szabadságharc még első periódusába, és szintén nyomoztam, utána mentem, és hát ebbe bejött a puszták népe, a szegény sors, a szabadlegények, és itt is ugye a Rózsa Sándorról kialakult filmbeli témát, én valós témává dolgoztam át, és egy remek, remek kis könyv készült, az a cím, hogy a Betyár király, és ezzel a három könyvvel 48-at is ki tudtam vesézni, és megint ugrottam egy kort, ez pedig a II. Világháború, érdekelt a Doni hadseregnek, tehát az elpusztult, kiküldött II. Doni hadseregnek a történése. Ugye ez attól érdekes, hogy én miközben egy-egy témával foglalkozok, én azért mindig utazgatok más témákba is, és akkor mindenhonnan gyűjtök anyagot, tehát én nekem ez nem probléma váltani a történelmi időszakok között, és amikor megvolt az anyagom a Doni hadseregről, akkor megírtam, és ez tavaly jelent meg. Az Underground kiadó gondozásában jelent meg az utóbbi négy könyvem. Most is írok egy könyvet, ez magamról írom, elég érdekes gyerekkorom volt és érdekes fiatalkori időszakom. Meg hát ugye mások rám akasztották azt a szót, hogy író ember vagy, akkor az én emberem ez érzékeny, van neki egy érzékeny múltja, akkor én valószínű, hogy az én gyerekkorom egy kicsit érdekes lehet mások számára, és most készülök el vele, éppen most csinosítom, és össze fog megjelenni. Ez egy életrajzi könyvecske lesz, de már megvan az őszi, téli munkám, az pedig még egy világháborús könyv, és a Doni hadseregtől folytatom egészen a német megszállásig és a háború végéig. Hadd mondjam el, hogy én ezt hobbiként kezelem, ezt az egészet, én nem ebből élek. Nekem ez tölti ki az egyik kedvenc időimet, és a néptánc, és ez a két hobbi, ez engem teljes mértékben kielégít. Én imádok írni, szeretek írni, és az egyik erdélyi barátom rám aggasztott azt a kényes nevet, hogy író ember vagy. Én még ezzel még küszködök, mert hiába írtam 6-7 könyvet, és tervezem a következőt. Én nekem ez hobbi, és ettől nehéz, hogy elfogadjam saját magamat is. Mert hát legyünk őszinték, attól, hogy valaki ír több könyvet, nem biztos, hogy író, ugye? Tehát ez nekem ez kényes téma. Én tudom, hogy kevesen olvasnak történelmi regényt, mert hát most egy ilyen világot élünk, hogy a multimédia minket ellep mindenféle teljesen külsős és szép és más dolgokkal, és olvasni ma az emberek nem nagyon szeretnek, nincs rá idejük, nincs pénzük arra, hogy jó könyveket vegyenek, és a történelmi téma az meg azért 10 emberből 2-t, hogyha érdekel, tehát nincsen könnyű sorsom, vagy sorom. Itt attán megvannak nekem ebből szinte mindegyik példányom, és akit ez érdekel, nyugodtan vegye ki a tatai könyvtárból, és olvassák el, és meg fognak lepődni, hogy milyen adalékanyaggal szolgáltam mindegyik korról, és hogy a valós események hogyan néznek ki. Mert a történelmünk nagy tételbe ezt ismerjük, de belemegyünk kisebb alapokba,
akkor azt mondjuk, hogy hűha, ez így történt, ez teljesen ez másképp tanultuk, nem ezt hallottam, és nekem sokszor voltak súlyos vitáim szakemberekkel is, hogy ezt én miért úgy írtam le. Nekem egy szerencsém van, hogy én hivatásos katona voltam, és a harcászat, ugye hadakozás, fegyverek, logisztika, nekem ez nem probléma. Tehát én azt mondom, hogy zászló megindul és támad, és ott lőnek, én azt el tudom képzelni, és meg tudom személyesíteni a szavaimmal, úgy, hogy mint ott lenne a olvasó, hogy ott lőttek, és ott volt a szuronyolóan, és egyáltalán az, hogy ágyúval lövik a várfalat, én tudom, hogy milyen volt az ágyú, és hogy milyen gondok lehettek itt egy-egy ilyen belövés alkalmával. Ma a történelmünk, ez egy eléggé szabad préda lett. Tehát ha 6 történész egy témát hétféleképpen magyaráz. Ha ők ebben nem tudnak megegyezni, akkor szegény olvasó, akkor hova álljon, mit higgyen róla, ugye? Tudnánk itt neveket mondani, régből is, meg közelmúltból is, és tényleg ez van, hogy a magyar népnek egy nagy baja van, szoktam mondani, hogy elmegyek író-orvosa találkozóra, hogy nem nézünk szembe a történelmünkkel. Nekünk ez egy legnagyobb hibánk egyike, hogy nem mondjuk meg, hogy mi volt a törökkorban a jó és a rossz. Nem mondjuk el, hogy a királyok idejében melyik királyunk volt az amelyik, és melyik, ami kevésbé volt jó. Nem mondjuk el, hogy a 48-as szabadságharc miért bukott el, kik voltak ott, milyen problémák lehettek. Tehát kevésbé értjük ezeket a folyamatokat, és hogyha ezek régen, a régiek sincsenek letisztázva, akkor a majdnem frissek miért volnának, ugye? Gondolok itt 56-os eseményekre. Tehát ahhoz, hogy 56-ot megértsük, ahhoz rá kell szánni éveket, hozzá kell olvasni, mert ugye én most nem megyek bele 56-ba, nem akarok politizálni, de itt nem érti a magyar közönség, hogy mi volt ott akkor. Tehát egyik azt mondja, forradalom volt, másik azt mondja, ellenforradalom, én teljesen más mondok. Tehát, hogy az igazságtartalmat keresem mindegyikben. Én nem ítélem el a szereplőimet, csupán leírom, hogy ebbe a csatába ő mit csinált. Ez a politikai döntése mondjuk Kossuthnak, ez miért volt kevésbé elfogadott az egész országban. Aztán a néző majd eldönti, hogy mennyire van nekem igazam. Még egyszer mondom, az igazságot keresem. Ez egy küldetés nekem, az, hogy ebbe a kapkodó világunkba egy picikét ezzel a pár könyvemmel legalább nyomozzam ki és tegyem rendbe az adott történést. Még egyszer mondom, hobbi szinten. Még egyetlen egy kérdés. Melyik korban ki volt a kedvenc karakterem? Karakterem? Uh-huh. Én lecövekelnék Görgei Artúr tábornoknál. Ez a fiatalember 31 évesen lett tábornok, és meghaladta a korát. Kevesen értik meg ezt az embert, nem néznek utána, hiszen egy tábornokot úgy tud megismerni, hogyha a gyerekkorától kezdve a fejlődését, a katonai neveltetését megértjük, és azt a milliót, ahol ő belecsöppent. Én úgy gondolom, hogy miközben külhoni akadémiákon, katonai akadémiákon tanítják az ő manővereit 48 szabadságharcban, mi ezzel nem foglalkozunk Görgei kérdéssel. Nagyon zseni volt, nagyon tudta, hogy mit kell csinálni egy alegységgel, hogyan lehet kitérni a háború elől, a harc elől, és az más dolog, hogy a 48-as szabadságharcnak a vége miről szólt, ott a katonák miért kezdtek el politizálni, mi történt ott már ugye világos előtt. Ez egy nagyon komoly téma lenne erről beszélgetni. Nem is mondok olyan dolgot, amivel megzavarnám a nézőket, mert javaslom, hogy olvassák ki a könyvtárba Fanyűvő unokáját, és abban benne van az, hogy ott mi történt valójában Kossuth és ő közötte,
és a magyar tábornoki kar között. És fogják látni, hogy teljesen megadom a választ szépen mindenre, úgyhogy nem bántom se Kossuthot, sem pedig őt. Nemes János az az íróember, aki nem megvételre ajánlgatja könyveit, hanem elolvasásra. Érdemes megismerni a számunkra legérdekesebb korszakot az ő szemüvegén keresztül. A Felvidékről 1947 és 1948 között kitelepítetteknek állít emléket a szőgyéni emlékkereszt, amelyet a tatai önkormányzat emelt a szőgyéni önkormányzattal karöltve. A Baracska Árpád és Schmidt Róbert kezemunkáját dicsérő alkotás a Mindszenty téren áll azóta is. A kereszten függő korpusz eredetiét a Méri család menekítette át a határon, és ajánlotta fel a városnak. Azóta minden évben itt tartják a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett ünnepség egy részét, ahol ezúttal is a testvérvárosok delegációival együtt koszorúztak. Tisztelettel köszöntöm Önöket Tataváros önkormányzata nevében a Nemzeti Összetartozás napján szervezett rendezvényünkön. Különös tisztelettel üdvözlöm körünkben a határon túli magyar testvértelepüléseink, Szőgyén, Szováta és Magyar Kanizsa küldöttségeit. Ezt a keresztet 2015-ben Tataváros önkormányzata állította Szőgyén község önkormányzatának segítő közreműködésével a Felvidékről 1947-48-ban elűzöttek szenvedéseire emlékezve. A kereszt egy szőgyéni alkotó Schmidt Róbert fafaragó kezemunkáját dicséri. A kereszten függő korpusz eredetiét a Méri család menekítette át a határon. A 18. században készült alkotást a család ajánlotta fel a városnak. A másolat a szintén szőgyeni Baracska Árpád műhelyében készült. 2015. júliusában Szőgyén község önkormányzata felavatta ennek a keresztnek az ikerpárját Szőgyénben. A második állomás a Nemzeti Összetartozás tere volt. A testvérvárosokkal minden évben megszervezett megemlékezéssel szeretnének lehetőséget adni arra, hogy a felnövekvő generációk megélhessék a nemzet egységét, és ezzel együtt erősödjön magyarság tudatuk is. A települések vezetői és képviselői mellett Tataváros tanintézményeinek delegációi is megkoszorúzták az emlékoszlopot a megemlékezés második állomásán. A Nemzeti Összetartozás napja az első világháborút lezáró versailles-i békeszerződés évfordulójára nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. Tataváros önkormányzata itt felállított emlékoszloppal, melyet Schmidt Róbert szőgyéni fafaragó készített, tisztelettel adózik a trianoni békediktátum áldozatai, a jogfosztottá vált, megalázott milliók, a szétszakított családok, a kisebbségi sorsba született utódaik előtt. Akikkel húzódjanak bárhol is az országhatárok, elválaszthatatlanul összetartozunk. Tataváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezéseink harmadik állomásán, az országzászlónál. Különös tisztelettel üdvözlöm körünkben határon túli magyar testvértelepüléseink, Szőgyén, Szováta és Magyar Kanizsa küldöttségeit, a delegációk vezetőit, Vig Gábor polgármester urat, városunk díszpolgárát Szőgyénből, Fülöp László Zsolt polgármester urat Szovátáról, Nyilas Leonov Anita asszonyt, Tata díszpolgárát, a Délvidéki Magyar Nemzeti Tanács alelnökét Magyar Kanizsáról. A testvérvárosi delegációk tagjai sorában megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm dr. Farkas Zsolt atyát. Köszöntöm Beréni Kornélia asszonyt, Schmidt Róbert urat, Konterman László urat, városunk díszpolgárait Szőgyénből, valamint Molnos Ferenc urat, Tata díszpolgárát Szovátáról. Tisztelettel köszöntöm Mikli József polgármester urat, dr. Beró Hendrietta alpolgármester asszonyt, dr. Jénagy Évát a Tatai Járási Hivatal vezetőjét, dr. Kórosi Emőke jegyző asszonyt, a Tatai Önkormányzati Képviselőtestület tagjait, a Tatai Intézmények és Civil Szervezetek képviselőit,
valamint az anyanyelvőrző diákok találkozóján résztvevő határon túli és tatai fiatalokat és pedagógus kísérőiket. Rendezvényünkön közreműködik Petrozsényi Eszter színművész és a Benner Bernard Zeneiskola Fúvós zenekara Belső Máté vezetésével. Kérem, hogy a zenekar kíséretével közösen énekeljük el a himnuszt. Tisztelt megemlékezők, a magyar zászló a magyar állam eszméjének szimbóluma. Zászlónk sorsa azonos a magyar állam sorsával. Az ország zászló azonban még ennél is többet jelent. Létrehozója a trianoni fájdalom volt. Az első világháború lezárásaként 1920. június 4-én a Versailles Nagy Trianon kastélyban megkötött egyezmény következményeként a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát és lakosságának több mint felét. Több mint 3 millió magyar ajkú honfitársunk szorult az új országhatárok mögé. Az ország szétdarabolásának hatására tömegek vándoroltak el, gyökerüket vesztve, megkeseredve szülőföldjükről. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim! A Nemzeti Összetartozás napján mindig nagy megtiszteltetés együtt emlékezni anyaország és határon túli településekkel. Ilyenkor igazán tetten érhető, hogy egyek vagyunk, hogy nincsenek köztünk határok, hogy összeköt bennünket a múlt, az azonos értékeink, a kultúránk, a kereszténység. Az összetartozás pedig összefogást eredményez, melyet mi vajdasági magyarok már a hétköznapjainkban is érezhetünk, az anyaország támogatásának, gazdaságfejlesztési törekvéseinek, és annak köszönhetően, hogy hathatósan támogatja a délvidéken való boldogulást, otthonteremtést. Az idei emléknap kapcsán három fontos üzenetet szeretnék önöknek átadni. 2015-ben Magyar Kanizsa községen átvonult a menekültek áradata. Úgy zúdult ránk, hogy szinte tehetetlenek voltunk ellene. Tettünk a tőlünk telhetőt, de nem igazán tudtuk megállítani a község biztonságát és tisztaságát megőrizni. Akkor úgy tűnt, hogy sohasem lesz vége, és nem is lett volna, ha Magyarország nem vállal felelősséget a saját nemzetéért, és nem építi meg annak megmentésére, megóvására a kerítést. Azóta a menekültek más útvonalat választanak, tehát nyilvánvaló, hogy a határzár mentette meg Magyar Kanizsa községet is. A nemzeti kormánynak ezt a felelős magatartását köszönték meg a kettős állampolgársággal rendelkező vajdaságiak, amikor éltek szavazati jogukkal és az áprilisi választásokon lelkiismeretük szerint voksoltak. A siker örömében így joggal osztoztunk mi is, hiszen minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy az eddigi magyar kormány folytathassa munkáját. Újra nemzeti kormány alakult, és Magyarország nem vált bevándorló országgá, és ami éppen ennyire fontos, különösen most, e napfényében, folytatható az elmúlt 8 évben véghez vitt nemzetépítés. Ennek a politikának a jó téteményét mi a vajdaságban úgy értékeljük,
hogy magyarnak lenni közel egy évszázad után végre nem hátrányt, hanem előnyt jelent. Annak ellenére, hogy Szerbia még nem tagja az Európai Uniónak, Európában élő kisebbségként mi is fontosnak tartottunk kiállni a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés mellett. Az aláírásgyűjtésben a mi aktivistáink is részt vesztek, hiszen a Kárpát-medencei magyar összevagás megvalósítása volt a cél. Az így összegyűjtött több mint 900 ezer aláírás pedig ékesebben bizonyítja minden szónál, hogy tudunk egységben gondolkodni, hogy erős a nemzeti érdekérvényesítő képességünk, és mindannyiunk számára egyformán fontos az összetartás. Megragadom az alkalmat, hogy arról a megnyugtató tényről is ejtsek néhány szót, hogy a magyar-szerb együttműködés, a két ország politikai, gazdasági kapcsolatai rendkívül sikeresek, és mindkét fél számára nagyon fontosak. Az Európai Uniós csatlakozás, a külkereskedelem, a könnyített módon történő honosítás, a szerb-magyar vegyes történészbizottság, a vajdasági szakaszokon nyíló határátkelők mindazt igazolják, hogy kormányaink felelősségteljes közös munkát folytatnak. Tisztelt polgármester úr, kedves tatai polgárok! Köszönöm, hogy délvidéki magyarként itthon érezhetem magam a városukban. Testvérvárosi kapcsolatunk ékes példája a polgári kezdeményezéssel létrejött hivatalos kapcsolatnak, melyet bizton mondom, sikerült úgy megtöltenünk tartalommal, hogy településünk polgárainak boldogulását, kapcsolatainak megerősödését és egyúttal közösségeink fejlődését eredményezik. Bízom benne, és jó magam is azon leszek, hogy önkormányzataink a jövőben is vált-válvetve ápolják a kialakult kapcsolatot, és szeretném, ha együttműködésünket kiterjeszthetnénk a társadalom egyéb szegmensére. Kölcsönös megbecsüléssel és tisztelettel. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, alelnök asszony! Tisztelt emlékezők! Az Országzászló Mozgalom életre hívója Urmánci Nándor örmény származású erdélyi politikus, országgyűlési képviselő volt, aki 1925-ben hirdette meg az Országzászló Mozgalmat. A két világháború közötti Magyarországon alig másfél évtized alatt mintegy 1000 helyen avattak országzászlót, amelyet a trianoni gyász jeléül félárbocra engedtek. Így fejezve ki az 1920-as békediktátum elleni tiltakozást és a nemzeti gyászt. A II. Világháború után megpecsételődött az országzászlók sorsa is. Legtöbbjüket 1949-ig lerombolták. A kis számú megmaradtnak 1956 vetett véget. Az országzászlók visszaállításának folyamata a 90-es évektől kezdve azonban újra felerősödött. 1990 után több száz országzászlót állítottak vissza itt, az anyaországban és Erdélyben, így Szovátán is. Felkérjem Fülöp László Zsolt urat, Szováta polgármesterét, ossza meg velünk gondolatait arról, hogy mit is jelent egy erdélyi város közössége számára mindaz, amit az országzászló szimbolizál. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm házigazdánkat, Tataváros polgármesterét, alpolgármesterasszonyt, jegyzőasszonyt, az önkormányzat képviseletét, minden tatai lakóst, a testvérdelegáció képviselőit. Örvendek, hogy újra együtt ünnepelhetjük a Nemzeti Összetartozás napját, és köszönjük Tataváros vezetőségének, hogy újra megszervezte ezt a szép ünnepet, ezúttal itt, Tatán. Mi magyarok egy kicsit másképpen ünnepelünk, mint a körülöttünk élő népek. Nekünk az ünnepről nem feltétlenül az öröm jut eszünkbe. Inkább a megemlékezés, a kitartás. A mi történelmünkben nem azok a győztesek, akik legyőznek másokat, hanem inkább azok, akik a sorsot győzik le. Mint mi, mindannyian. Az ünnepek hegycsúcsok, amelyekre fölállva távolabbra és tisztán látunk. Látjuk az irányt, amit kell kövessünk,
ami mentén kell haladjunk. Ehhez hasonló ünnep, ez a mai, ugyanúgy, ahogy a tavaly, vagy akár a tavaly előtt. Amikor ugyanis nemzetzászlót avattunk szobátán. Egy olyan nagy nemzetzászlót, amit annak idején Görgény Szent Imrén az erdészeti középiskolába adományoztak, sajnos utána az évtizedek, a meggyötrő évtizedek folyamán csak a zászlórúd maradt meg. De a zászlórúd az megmaradt. Nem tudták, hogy mi az, ezért megmaradt. Köszönve Tataváros önkormányzatának, 3 évvel ezelőtt a zászlórúdra az eredetivel azonos új zászló került. Hogy mit jelent számunkra, erdélyi magyaroknak ez a megvalósítás? Hát gondolom ugyanazt, mint minden magyar érzelmű ember számára. De mire is emlékszünk ma? 1920. június 4-én Trianonban aláírták azt az igazságtalan békeszerződést, amelynek következtében hivatalosan szétdarabolták a történelmi Magyarországot. Ezzel egy időben, mondhatjuk, megcsonkították Magyarországot és minden igaz magyar érzelmű embert. Az én nagyszüleim egyik este lefeküdtek Magyarországon, és másnap reggel felkeltek Romániába. És nem a vonaton aludtak el. Majd jött a sok megpróbáltatás, a többségből a kisebbségbe, majd egy rövid időre egy remény újra többségbe, majd megint kisebbségbe. Nekünk kisebbségi magyaroknak kétszer annyit kellett és kell bizonyítsunk, mint az adott országban élő többségi embereknek ahhoz, hogy elismerjenek. Együtt kellett élni a kommunista karhatalommal, a titkosszolgálattal, az ominózus szekuritátéval, akik mind a mai napig velünk élnek, köztünk vannak, és ugyanazokat a technikákat használva, azokhoz az eszközökhöz folyamodva próbálnak mindnyájunkat, vezetőinket megfélelmíteni, elbizonyítani attól, amit minden magyar érzelmű ember kell, hogy érezzen. Kedves honfitársaim, van egy régi magyar közmondás. Kalapáccsal edzik az acélt, ütik, verik, ameddig kikeményedik. Hasonlóképpen kell mi is helytálljunk a történelem megpróbáltatásain, ahhoz, hogy méltó alappillérei lehessünk nemzetünknek. Nekünk magyaroknak vannak olyan értékeink, amelyek évszázadon keresztül bizonyítottak, amelyek mentén haladva sikeresnek lehet lenni. Ezek az értékek a keresztény értékrend alappillérei. A kereszténység, a család, a nemzeti öntudat. A székely nép egy határvédő nép. 1100 éven keresztül védték a keleti határvonalt. De manapság a veszély az nyugatról közelít. Megpróbálják ideológiákkal megrontani keresztény értékrendeinket, ifjúságainkat. Mi határon túli magyarok köszönjük az aktuális magyar kormánynak a határon túli magyarokért tett munkáját, kisebbségpolitikáját, szülőföldön maradásért támogató programjaikat, a magyar tőke áramlását a külhonon lakó magyar
településekre, mert tudjuk, hogy manapság ez az eszköz maradt nekünk, ez az eszköz kell legyen az értékeinkkel közösen, amely újra felemeli a magyar népet arra a méltó önbecsülésre és elismerésre, amelyet méltóképpen megérdemlünk itt Pannóniában, Közép-Európában. Kedves ünneplő közönség! Minden nemzet a saját érdekeit tartja szem előtt. Hát tegyünk meg mi is mindent tőlünk telhetőt a mi nemzetünk, a magyar nemzet érdekében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr! Tisztelt emlékezők! 2016. március 15-én a tatai országzászló felavatásával városunk is csatlakozott az országzászló mozgalomhoz. Zászlóavató rendezvényünket szőgyéni barátaink is megtisztelték jelenlétükkel. Felkérem Víg Gábor urat, Szőgyén polgármesterét, hogy ossza meg velünk gondolatait a Nemzeti Összetartozás napjáról, a Szőgyént és Tatát összekapcsoló több mint két évtizedes testvérbarátságról. Lassan 100 éve annak, hogy ez a szörnyű dolog megtörtént Magyarországgal, a történelem legsötétebb foltja volt, amit a trianoni nagypalotában tettek Magyarország népe, Magyarország területe ellen. Már lassan 20 éve, hogy emlékezünk, köszönhetően a 2010-ben hozott döntésének a Magyarország gyűlésén, hogy nyíltan, őszintén ünnepelhetjük ezen szomorú évforduló. Ezen szomorú évforduló alkalmából szerintem az ellenkező hatás jött létre, mint amit a nagyhatalmak gondoltak a trianoni békediktátum aláírásakor. Megpróbálták szétzilálni, szétszúzni Magyarországot, és kiírtani a magyarokat a Kárpát-medencéből. De ez hál' Istennek nem így sikeredett. Mint tudjuk, a magyar nemzet összetartása semmit nem változott a trianoni békeszerződés óta. Szerintem inkább megerősítette ezt a kapcsolatot, és ezt a nemzetet még küzdőbbé tette, és mindenki megtesz maximumot azért, hogy az ország egysége, ha így határokkal is, de megmaradjon. Ehhez nagyon sokban hozzásegít az Európai Unió. Egy bő hete, hogy Szőgyénben tartottunk egy nemzetközi konferenciát, 9 ország részvételével, és mint leszakadt ország rész, megkaptuk a bizalmat Brüsszelből arra, hogy ezt a konferenciát megszervezzük. És itt, ahogy találkoztunk, Szerbia, Románia, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Olaszország, Luxemburg és Szlovénia, nagy öröm volt számunkra, hogy itt 4-5 ország küldöttségei, mind magyarul beszéltünk és mind megértettük egymást, de a lényeg az, hogy mindenki szívből vallotta a magyarságát, és ezt így teszi a mindennapjaiba is, és megpróbálja egyre jobban erősíteni ezt. Példa erre Szőgyén és Tata 21 éves együttműködése. Valahol ez szülte az. A 135 kitelepített család, aki itt Tata környékén szétszóródott, és már akkor bebizonyították azt, hogy az embereket nem lehet csak úgy szétszórni, mint a hamut, szép lassan visszaszivárogtak ide Tatára. A Szőgyéni utca elnevezés nem véletlen volt ezelőtt 11 évvel itt Tatán, mivel ott tényleg a szőgyéniek és volt szőgyéniek telepedtek meg, és a mai napig is erősen tartják magukat a szülőföldükhöz, kapcsolataikat fenntartják az anyaországból a kitelepítés helyével, de ugyanúgy tartsuk a kapcsolatot az alkotótáborainkkal. Legyen ez Tata, legyen ez Szováta, legyen ez Szőgyén, mindenhol egységesen tudjuk képviselni nemzetünket, és köszönhetően a magyar anyaország gondoskodásának, természetesen gondolok erre a tőkébeni besegítése is, hogy törődik a leszakadt ország részekkel, amit nagyon szépen megköszönjük a mindenkori magyar kormánynak, és
természetesen mi tőlünk is lojalitást várhat el. Annak ellenére, hogy Szlovákiában tiltott a kettős állampolgárság, sőt büntetik, ha valaki felveszi a magyar állampolgárságot, de ennek ellenére szép számban vannak emberek, akik vállalják ezt így is, reszkírozva azt, hogy elveszik a szlovákot. De bízok benne, hogy a politikusaink jó arámba haladnak, és eljön az az idő is, amikor még szabadabban gondolkodhatnak Szlovákiában is, és nem leszünk megfosztva szavazati jogtól, hivatalosan, meg ezen többi dolgoktól. Nagyon örülünk annak, hogy Tata mindig évről évre megrendezi ezt. Kivétel volt a tavalyi év, mivel nagyon sok kerek évforduló volt, ezért a csíksomjói nyerekben emlékeztünk az összetartozás napjáról, és a véletlen is úgy hozta, hogy június 4-e ott ért bennünkön Csíksomjón, és egy nagyon-nagyon szép ünnepségen vehettünk részt, ami felejthetetlenné teszi ezt az emlékezett sorozatot. De hogy ne szaporítsam a szót, megköszönjük még egyszer a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, hogy lehetővé teszi ezt számunkra, és még a többit is a gyermekeinknek a számára, az itteni nyaralásokat, a történelmi versenyeket, és egyéb dolgot is, amire napról napra mindig szorosabbá fűzzük az együttműködést. Isten áldását kérem erre, hogy ez így mehessen tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönjük, polgármester úr! Tisztelt emlékezők! Napjainkban az országzászló az aktuális országhatároktól független nemzeti összetartozást hivatott kifejezni, ilyen módon szorosan kapcsolódik a Nemzeti Összetartozás napjához. Az emléknapot 2010. május 31-én iktatta törvénybe az országgyűlés. A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvénnyel az országgyűlés kinyilvánította, hogy az 1920-ban több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Városunk a törvény megalkotása óta határon túli magyar testvértelepülésein képviselőivel együtt emlékezik meg a trianoni békediktátum évfordulójáról, és velük együtt tesz hitet a magyar nemzet oszthatatlansága és összetartozása mellett. Kedves fiatal barátaink, vendégeink, kedves alelnökasszony, polgármester társaim, plébános úr, kedves szobátaiak, szőgyéniek, magyar kanizsaiak, kedves tataiak, tisztelt hölgyeim és uraim! Talán a hirtelen forróság adta kényszer, hogy behúzódtunk ide az árnyékba. Jó jelképe annak, ami az elmúlt 100 esztendőben velünk történik. Mögöttünk zajlik az élet, keresztbe kasba mennek a téren, nem törődnek se himnusszal, se verssel, se gondolattal, mert nekik valami nagyon-nagyon fontos ügyük van, amit most azonnal kell intézniük, s jól van ez így. Véletlenül sem szomorodhatunk ezen, vagy bánkódhatunk ezen, az élet már csak ilyen. Három olyan dolog van, amelyet az életünk során soha nem hagyhatunk a szemünk elől, csak úgy van esélyünk, mindazt a nehézséget, mindazt a kint, keservet, gyengeséget, szomorúságot túlélni, de ha ez a három kapaszkodó mankó ott van velünk, akkor jó esélyünk van. Az első természetesen a hitünk. Ezen az ország zászlón, ami elé most azért nem álltunk, hogy ne süssön szembe a nap a kedves vendégeinknek, két angyal tartja a magyar címert. És azt mondhatnánk, hogy micsoda dolog ez, miért kell ilyen túl keresztényi, vagy ilyen túlvilági gondolattal a magyar címert, ami életünk jelképe, külön is kiemelnünk. És talán a legszebb magyarázat az rá, hogy az angyalokra azért van szükségünk, mert a legszebb példái annak, hogy belőlünk is lehet majd egyszer jó. És akkor, ha méltóak leszünk mi is arra, hogy édes hazánk, nemzetünknek a címerét,
úgy tarthassuk mások elé, mint ezen a zászlón a két angyal, akkor lelkiismeretben, ha így érezzük, akkor jól végeztük dolgunkat. Trianon kegyetlenségét, katasztrófáját hosszan-hosszan sirattuk életünkben, nem csak mi, hanem már bőven elődeink is. Az a 100 esztendő, ami hamarosan letellik, és amit végig kellett élnünk, mindig lelki nyomorúságot is éreztünk miatta, mégiscsak valamire nagyon-nagyon ránevelt bennünket, ami egy ilyen másik kapaszkodón kell, hogy legyen az életünkben, ez pedig az önuralom. Az az uralom, amelyet mindig, minden körülmények között először önmagunkon kell kezdeni. Csak akkor van esélyünk a környezetünket megváltoztatni, ha magunk egyenként, a nemzetünk, a kis közösségeink, azok a nemzettesteink, amelyek határon túlra szorultak, ebben az önuralomban képesek minden nap újra és újra szembeszállni. De jó volna jól odavágni, de jó volna sokszor odamondani, de jó volna géppisztolyt rántani, mondják sokan, mert hogy szerintük erre volna szükség. Mennyivel biztonságosabban és sokkal hosszabban lehetett a magyar történelemben mindig megtalálni a megoldást és kivívni a végső jót a magyar nemzet számára, ha volt önuralmunk önmagunkhoz és közösségeinkkel együtt ezt gyakorolni. A harmadik ilyen pedig, amely ezekből következik, amit nélkül tényleg nem lehet erős életet élni, az pedig az álhatatosság. Csak az álhatatosság az, amely átsegíthet bennünket minden olyan keserven és kínon, nehézségen, amelyet olyan gyorsan elintéznénk egy kézlegyintéssel, vagy azzal, hogy ezen már úgy sem tudok segíteni, azon segít át az álhatatosság, hogy holnap már biztos nem lesz erőm újra ezt kibírni, és elviselni azoknak a sanda nézését, a gúnyos mosolyát, a lekicsinylő nézését, akik mindig azon mesterkedtek, legyenek azok akár itt közöttünk élők, akár a határon túlélő nagyobb nemzetiségek, akik mindig azon mesterkedtek, hogy a magyart csak azért is beledöngöljék a földbe. Ami ezzel az álhatatossággal, amellyel rendre újra és újra nekifutunk, tovább végezzük a munkánkat, tovább mentjük mindazt, amelyet őseinktől megörököltük, akkor van esélye ennek a nemzetnek, van esélye ennek a hazának. Jó Isten áldja meg testvérvárosainkat, testvérvárosaink polgárai, díszpolgárainkat, mindazokat, akik ezért a közösségért, ezért az összefogásért, ezért az álhatatos küzdelemért sok mindent tesznek. Adja Isten, hogy határon túli testvértelepüléseink iskoláiban, templomaiban ki ne fogyjék a magyar szó, ki ne fogyjék a magyar szív és a magyar gondolkodásmód. Ebben erősítsen mindannyiunkat a mindenható. Isten éltesse csak azért is a magyar hazát. Köszönjük szépen! Éppen 5 éve, 2013. június 4-én mutattuk be a megemlékező közösségnek azt az alkotást, amely szándékaink szerint Tata és Kárpát-medencei testvértelepülései összetartozását jelképezi. Egy Babits Mihály idézet, a nem holt rög, hanem élő lélek felirat került a műre, melyet Schmidt Robert szőgyeni fafaragó készített. Az alkotás 5 részből áll. A művész szándékai szerint a középső elem jelképezi az anyaországot, azaz a csonka Magyarországot. Az ezt körülölelő másik 4 elem pedig Felvidék, Erdély, Délvidék és Kárpátalja jelképe. A Nemzeti Összetartozás napi rendezvényeinken körünkben lévő szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai delegációk évről évre hazavisznek egy-egy elemet az alkotásból. Majd a következő év június 4-én az összetartozás jelképének felvidéki, erdélyi és délvidéki darabjait hazahozzák. Visszahozzák Tatára. Így történik ez most is. Megkérem a delegáció vezetőit, hogy állítsuk össze összetartozásunk jelképét.
Elsőként Vig Gábor polgármester urat szólítom. Másodikként Fülöp László Zsolt polgármester urat hívom. Harmadikként Nyilas Leona Vanita asszonyt kérem. Végezetül megkérem Mikli József polgármester urat, hogy kösse össze a jelkép elemeit egy nemzeti színű szalaggal. Megemlékező közösség. Trianon után néhány évtizeddel elegendő volt az, hogy az anyaországi fiatalok rákérdezzenek, vagy elfelejtsék azt, hogy vannak még a határon kívül is magyarok. És nagyon sokszor szembesültünk azzal, hogy megjegyezték, Szlovákiából jöttél, milyen szépen megtanultál magyarul. Szerintem ezt alátámasztják a többiek is, akik a külhoni országokból származnak. Hát igen, milyen szépen megtanultunk magyar nyelven, de nem a nyelviskolában, nem kurzusokon, hanem az édesanyánktól. És elsősorban az első szavakat sokszor az imádsággal kezdtük. Alázattal fordulunk mi is a Jóistenhez, hogy védjen és oltalmazzon bennünket, hogy az összetartozás napja keretében tényleg megérezzük azt, hogy nincsenek határok, sem a szívekben, sem fizikai határok. Az összetartozás napja keretében fohászkodunk azzal az imával, amelyet a Magyar Püspöki Kar adott ki a trianoni döntés következtében. A mélységből kiáltok hozzád. Mindenhatőrök Isten, mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el, és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és segíts meg minket, szegény magyarokat. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk, hallgass meg esedezésünket, könyörülj rajtunk, te nagy irgalmasságod szerint. Ha sok csapás a te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak. Ha széthúzásunk az oka, nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre. Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekints gyöngeségünket, és rövidítsd meg látogatásod idejét. Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik, és a haza javára használják. Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges, és minden áldozatra kész fiakat, szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt!